Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Leszúrta a saját kutyáját, nem kell börtönbe vonulnia a nagymányoki férfinak. Hála pénz, évente 70 milliárd forint is lehet az orvosok törvénytelen bére. Nem akadálymentesek a szolgáltatások, nehéz a közlekedés és az ügyintézés mozgáskorlátozottként. Sokba kerül a szemetelés, rengeteg pénzt emész fel az illegális halmok felszámolása. Illegális szeméthalmok csúfítják el Tolna megye több pontját. Az önkormányzatok szélmalomharcot vívnak a hulladékhalmok felszámolásával, és sokszor nem jut elég pénz minden szemét eltüntetésére. A szakember azt mondja, a lakosság tájékoztatásán, a különböző szemétgyűjtési akciók szervezésén túl a szemetelők szigorú büntetése jelenthet megoldást. Szinte alig látszik ki a szeméthalom alól egy autó ezeken a Szexárdon a Patak utcában korábban készült felvételeken. Autógumit, televíziót, számítógép monitort, egykor szebb napokat látott bútorokat, gyerekjátékokat is lehet látni a halomban, ami olyan magas, mint a mellette álló családi ház. Szabó Antal azt mondja, több ilyen szeméthalmot számoltak fel Tolna megyében tavaly egy pályázatnak köszönhetően. Az illegális hulladékhalmok eltüntetése igen sokba kerül, mondja az Aliszka Terra ügyvezető igazgatója. 2019-ben 240 millió forintos pályázati lehetőséggel az önkormányzatok saját területükön az illegális hulladéklerakókat megpróbálták megszüntetni. Egy-egy önkormányzat 3 millió forintos támogatást kaphatott, Szexárd önkormányzata a Patak utcai illegális hulladéklerakó megszüntetésére készült. Ez 270 köbméter illegális lerakott hulladékot jelent, és ez került 3 millió forintba ennek a megszüntetése. A szakember szerint ezek az illegális szeméthalmok azért alakulnak ki, mert az emberek nem tudják, hogy attól ingyen is meg tudnának szabadulni a településen levő hulladékudvarban. Ráadásul azzal sincsenek tisztában, hogy 150 ezer forintos bírság is kiszabható ezért, ha pedig veszélyes hulladékot rak le valaki, 5 év börtönt is kaphat érte, amennyiben elkapják. Sok esetben tudatlanság, a lakossági hulladékoknak a jelentős részét a hulladékudvarok ingyen átveszik. Tehát valójában nem kellene az árok szélre kivinni, ugyanolyan erővel, ugyanannyi energiával leszállítható lenne a hulladékudvarba, ahol semmi más nem kell, csak igazolni, hogy rendelkezik hulladék előfizetési jogosultsággal. Televíziónk is többször beszámolt a Tolna megyét elcsúfító hulladékhalmokról, amiknek sokszor nincsen gazdájuk, ezért gyakran évekig nem nyúl hozzájuk senki, és csak nő a szemétkupacok nagysága. Ez nem csak térségünkben okoz problémát, országosan küzdenek ezzel az önkormányzatok. A kormány egy új hatóság létrehozásával és szigorúbb szankciókkal szeretné elejét venni az illegális hulladékhalmok kialakulásának. Július 1-től felkutatják és felszámolják az illegális hulladéklerakatokat, amit a hulladékgazdálkodási hatóság végez majd. A 70 milliárd forintot is elérheti az az összeg, amit hálapénzként fizetnek ki a magyar betegek orvosaiknak, pedig a hálapénz elfogadása bűncselekmény és számos gondot is okoz az egészségügyben. A Magyar Orvosi Kamara ezért azt szorgalmazza, hogy minél előbb szülessenek a hálapénz kivezetését célzó intézkedések. A magyar egészségügyben szakértők szerint nagyjából 70 éve létezik a hálapénz jelensége. Úgy számolnak, évente úgy 70 milliárd forint vándorol így a betegektől az orvosaik zsebébe. A hálapénz nem egyenlő mértékben osztik el a különböző orvosszakmák között. Vannak kifejezetten jövedelmezőnek számító szakterületek, ilyen például a szülészet vagy az ortopédia. Szegeden éppen a napokban zajlik egy szülésznőgyógyász büntetőpere. A vádirat és az ellene tanúskodó kismamák szerint vizsgálatonként és kezelésenként 30 és 60 ezer forint közötti összeget kért el tőlük. A hálapénz sok ok miatt káros, ezt az orvosi kamara is elismeri, ezért az elmúlt időszakban elkezdtek foglalkozni azzal, hogy miként lehetne kivezetni a rendszerből. Káros például, mert torzítja a várólistákat. Befolyásolja sajnálatos módon a betegutakat,
tehát ezen módon torzítja a hozzáférést. Nyilván a sürgősségi esetek ellátása mellett, ha hozzáférést ki, mikor kerül adott esetben például egy műtéti ellátás, nagy mértékben be tudja folyásolni. Az orvosi kamara szerint ezért az orvosbérek jelentős emelésére lenne szükség, mert ha nem lenne hálapénz, egyszerűen lennének olyan területek, amikre a mostani bérek mellett nem menne el senki dolgozni. Ez a hálapénz általában az orvosok kisebb részéhez vándorol. Azt mondják, hogy a vezető nagy szaktudással rendelkező orvosok 20%-a kapja a hálapénz 80%-át. Ez pedig azért is problémás, mert a nagy tudású orvosok így abban érdekeltek, hogy a tudásukat ne osszák meg más kollégáikkal, így ugyanis csak ők kapnak hálapénzt, ez pedig az egészségügy minőségének is árt. A kamara szerint az orvosbérek emelése mellett az egész ellátórendszer átalakítására lenne szükség, ami érinteni a finanszírozást és azt is, hogy a hálapénz adása és elfogadása is szankcionálható legyen. Egy városnyi emberrel, több mint 40 ezer fővel fogyott a magyar lakosság 2019-ben. A KSH adatát úgy számolják ki, hogy az élve születések és a halálozások számát vetik össze. Tavaly a születések száma 0,7, a halálozásoké 1,1%-kal kevesebb volt, mint 2018-ban. Ennek következtében a természetes fogyás 2%-kal mérséklődött 2018-hoz képest, de még így is 40.400 főt tett ki. Még mindig elkeserítő a Tolna megyében élő mozgáskorlátozottak helyzete, ezt mondja Szabó Sándor, az egyesületük elnöke. Úgy tapasztalják, sok hivatal csak részben akadálymentes. Körülményes az odajutás, nehézkes az ügyintézés, sőt még a készpénzfelvételt sem lehet mindenhol megoldani, mert a bankautomatáknál nem gondoltak a mozgássérültekre, és túl magasra rakták a nyomógombokat. Előre csúsznom, és még így is így érem el. Közben nyomnom kell, hogy bele tudjak szólni innen lentről, és vagy meghallja az ajtó, vagy nem. Csak nyújtózkodva Újbegyének felső peremével éri el a szekszárdi önkormányzat hátsó kapuját nyitó csengőt Kecskeméti Mária. A bankautomatákkal még nehezebb a dolguk a mozgáskorlátozottaknak Szekszárdon. Sok helyen olyan magasságba helyezték el a gépeket, hogy a képernyőt nem lehet látni kerekesszékből. Így nem tudják, hogy milyen gombot nyomnak. Mária azt mondja, az ügyintézés és a mindennapos közlekedés is nehézkes Szekszárdon. Noha számos beruházást hajtottak végre a Tolnai megye székhelyen. Ő segítséget szokott kérni, ha valamit nem ér el, vagy megkér valakit, hogy küldje ki az ügyintézőt az adott hivatalból, ha nem tud oda bejutni. Általában magasabb járdaszegélyekkel találom szemben magamat, esetlegesen már mondjuk ez az ügyintézéshez tartozik, járdákon is van, de főként épületeknél lépcső, nehéz ajtók, amik egy kézzel elég nehezen nyithatók, úgyhogy a kerekesszéket is kormányozni kell. Magas csengők, ügyintézés során magas pultok. Az egyenlő bánásmód hatóság a Magyar Postát marasztalta el legutóbb hátrányos megkülönböztetés miatt. A hatóság egy hallás- és mozgássérült, gyerekkora óta elektromos kerekesszékkel közlekedő ember panaszára mozdult meg. A településen egy magánlakásban működő postamester intézte az ügyeket. Az épülethez sem feljárót nem építetett a posta, sem a csengőt nem rakta olyan helyre, hogy kerekesszékből is el lehessen azt érni. A paksi postát is hasonló gondok miatt marasztalta el néhány éve az egyenlő bánásmód hatóság, és arra kötelezte a hivatalt, hogy tegyék akadálymentessé a bejutást. Az egyenlő bánásmód hatósághoz nagyon sok esetben fordultunk. A paksi 2 számú posta hivatallal volt egy ilyen konfliktusunk, ahol nem akartak akadálymentesíteni, mondván, hogy nem az ő tulajdonunkban van az épület, és fel fogják újítani ezt a parkot. A posta végül kialakított egy mobil rámpát, és kicserélték a bejárati ajtót. Ez az ügy tehát szerencsésen zárult, ám Szabó Sándor azt mondja, a Tolna megyében élő mozgáskorlátozottak helyzete még mindig elkeserítő, mert a közszolgáltatások kevés helyen teljesen akadálymentesek. A hivatalok előtt kialakított mozgássérült parkolóból kerülővel lehet csak feljutni a járdára. Az intézmények többségében pedig nincs olyan kezelőpult, ahol a mozgáskorlátozott alá tudna írni egy dokumentumot.
Nem kell börtönbe vonulnia annak a férfinak, aki tavaly Nagymányokon leszúrta a saját német juhászát. Az állat még órákon keresztül szenvedett, és vérzősebben evickélt a falu utcáin, mielőtt elpusztult. A férfi most nem is értette, hogy mi történt a tárgyaláson. Azt mondta, még egy ülés szeretne, mielőtt elítélik, hogy be tudja zárni a házát, mielőtt börtönbe viszik. Erre végül nem került sor. Óriási alvatvértócsa jelezte, hogy itt a nyílt utcán szenvedett a megszúrt német juhász. Az állatot a gazdája támadta meg egy 11 centis késsel, mert a kutya kiszökött az utcára. A környékbeliek akkor azt mondták, többször fordult már ez elő, de a kutya jámbor volt, soha nem bántott senkit. A gazdáját viszont erőszakos, kiszámíthatatlan emberként ismerték. Az ügyben indult bírósági előkészítő ülésen az ügyész most azt mondta, a férfi különösen kegyetlenül ölte meg a német juhászt. Brutálisan végrehajtott magatartása alkalmas volt arra, hogy a kutya maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, cselekménye az állatnak órákon át tartó, nagy vérveszteséggel járó különös szenvedést okozott. Az okozott sérülés ellátásában a vádlott nem vett részt, annak érdekében semmit nem tett. Az állat végül órákkal a késelés után kapott orvosi kezelést, de ez már nem mentette meg az életét. A német juhász leszúró férfi korábban már volt büntetve szemérem sértésért. Akkor próbára bocsájtották. Az ügyész ezért azt indítványozta, hogy vonják össze a két ügyet, és a férfi azok alapján kapjon ítéletet. A vádlott beismerte a kutya megölését, azt mondta, nem fogta fel, mit tesz, mert előtte alkoholt ivott. Most azt szerette volna, hogy a bíróság tartson még egy tárgyalást, mert mint mondta, nem zárta be a háza ajtaját. Ezért mielőtt börtönbe viszik, be kell zárnia az ajtót. Akkor mikor kell menni börtönbe? Nem kell. Tehát még nem született ítélet az ügyben. De az ügyész indítvány az felfüggesztett szabadságvesztés, tehát felfüggesztett börtön. Tehát azt jelenti, hogy nem kell bevonulnia, azt indítványozza az ügyész. A bíró végül elmagyarázta a férfinak, hogy az ügyész nem kért letöltendő börtönt rá, így semmiféleképpen nem is kell bevonulnia. Az ítéletben viszont figyelembe vette, hogy a férfit korábban büntették már szeméremsértés miatt. A bűnös egyedbeli állatkínzás büntettében BTK 244 szakasz második bekezdés A pont, ezért a bíróság a vádlottat a korábbi próbára bocsájtó határozatban kimondott bűnösség érintetlenül hagyása mellett további egyrendbeli személyremsértés vétsége miatt BTK 205 szakasz 1 és 3 bekezdés halmazati büntetésül 1 év 2 hónap börtönbüntetésre ítéli, börtönbüntetés végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggeszti. A férfinak tehát nem kell börtönbe vonulnia, úgy tudjuk, a kutyáját leszúró vádlott azóta már nem tart semmilyen állatot. Megkezdte a munkát a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás Ellenőrző Bizottsága. Ezúttal a Paksi atomerőműben találkoztak, ahol ülésük során megválasztották az új tagokat, a bizottság elnökét és alelnökét, továbbá látogatást tettek az atomerőmű több területén is. Megújult a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás Ellenőrző Bizottsága. Tavaly a társulás tagtelepüléseinek köre bővült, így a bizottság létszáma is nőtt, továbbá tisztújítás történt, amelyen Fülöp Jánost, FAT polgármesterét választották meg elnöküknek. A bizottság elfogadta szervezeti és működési szabályzatát, majd megbeszélték idei munkatervüket. Megújítottuk a létszámot, hiszen új települések és új polgármesterek kerültek a testületbe. Fontosnak tartottuk, hogy tehát elkötelezett emberek kerüljenek a bizottságba, és én minden polgármestert megkértem, hogy az úgynevezett véleményvezérek közül válasszanak az ellenőrző bizottságba tagokat, akik a településükön megfelelő tájékoztatást tudnak adni a lakosságnak. Az ellenőrző bizottság látogatása során a 4-es blokk vezénylőjét, a turbinagépházat, a reaktorcsarnokot és a karbantartó gyakorló központot tekintette meg. A továbbiakban rendszeresen ellenőrzik majd nem csak a Paksi atomerőművet, hanem a radioaktív hulladék kezelése és tárolása kapcsán érintett létesítményeket is. 2020-ban egy nemzetközi vizsgálatba is bekapcsolódnának és betekintenének a vanó vizsgálók munkájába. A jövőben a helyieknek is érezniük kell azt, hogy a Paksi atomerőmű hulladék lerakójának helyszínéül választották a szavazataikkal Báta Apátit, mondta stúdiónk vendégeként Krakun Szilárd, a település nemrégen újra választott korábbi polgármestere. A településvezető azt mondja, ma már egészen más feltételekkel szerződne, mint a hulladék lerakó létrehozásának idején. Ebben a ciklusban az a célja, hogy a lehetőségekhez mérten olyan kezdeményezések indulhassanak el Báta Apátiban, amik az ott élők komfortérzetét növelik.
22 taggal alakult meg a Tolna megyei Könyvbarát Egyesület az Íj és Gyula megyei könyvtárban. A könyvtár a napokban kapta meg a minősített intézmény címet, ennek értelmében pedig 5 évre szóló stratégiai tervet kell kidolgozniuk az ott dolgozóknak. A most alakult egyesület célja, hogy civil kontrollt gyakoroljanak a stratégia kidolgozásakor, mondta Liebhauser János, a könyvtár igazgatója, az egyesület elnöke. Nem mindennapi farsangi rendezvényt tartottak zombán a helyi általános iskolában. Az intézményben évtizedes hagyomány már, hogy a végzős 8-os diákok báli ruhában adnak elő szlalomtáncokat, amiket már egy évvel korábban elkezdtek betanulni. Az alsóbb évesek pedig jelmezes felvonulást mutatnak be a megjelenő több száz szülőnek és rokonnak. Kori karnevállal búcsúztatták a jégkorcsolya szezont Pakson. A helyi jégpályán nagyjából 200-an húztak jelmezt, hogy az idényben utoljára együtt tűzzék a jeges sportot. Pakson karnevállal búcsúztatták a paksi jégpályát a nyitvatartás utolsó napján. Azért választottam korcsolyát, mert szeretem, és Batmannek öltöztem, és mindig járok. Több mint 200-an öltöztek jelmezbe, és vonultak fel. Akadtak vadmacskák, korcsolyázó tavasztündérek, jégkirálynők, katicák, kommandósok, Batmanek. Az apropója az az rendezvénynek, hogy most van a Magyar Korcsolyázás napja, és erre szerettünk volna egy olyan karnevári hangulatot teremteni, mivel meg tudjuk ezt ünnepelni. A karnevál ötlete pedig onnan jött, hogy a gyermekek jelmezes korcsolyázást szerettek volna. A nagy közönség kedvence az óriás T-rex volt. Köré gyűltek a legapróbbak. Regionális híreink következnek. Télüzés. Idén is több 10 000 embert vonzott a mohácsi busójárás. A Vidrát népszerűsítik. Megválasztották az évemlősét. Első téli Balaton átúszás. 15-en teljesítették a távot Szántód és Tihany között. Megtelt vasárnap Mohács. Mintegy 100 000 látogatót vártak a szervezők a busócsoportok hagyományos felvonulására. Az eseményre ellátogatott az igazságügyi miniszter, de a hagyományos télüző rendezvényen részt vettek a térség és a város politikai vezetői is. Az igazságügyi miniszter is ellátogatott a mohácsi busójárásra vasárnap. Varga Judit először látta élőben az eseményt. Emlékszem az irodalom könyvem lapjain a mohácsi busójárásról, amikor tanulunk, és ezek a jellegzetes maszkok mind a mai napig erős emlékként élnek bennem, és fantasztikus élmény most először itt járni. Gyermekeimet is elhoztam, úgyhogy ez egy fantasztikus családi program is. A busójárás a szellemi világörökség része 2009 óta. Ez pedig nagyobb felelősséget ró a szervezőkre, az egész térségre, mondja a terület parlamenti képviselője. Én azt gondolom, ahogy ez az rendezvény ma meg van konstruálva, ez méltó ahhoz, hogy a szellemi világörökség listáján legyen. Az idei évben is sok 10 000 látogatója van a busójárásnak. Ilyenkor a térségi képviselő is azt gondolja, hogy ma minden az országban rólunk, mohácsiakról és térségbeliekről szól. Farsang és a busójárás idején a politikusok is az ünnepre figyelnek, mondja Mohács fideszes alpolgármestere. A busójárás az már több évtizedes hagyományra tesz szert, és azt gondolom, hogy a politikai csatározások meg a jelenlegi helyzet nem befolyásolja. A Mohács az egy sok nemzetiségű város. Megszoktuk egymás jelenlétét, megszoktuk egymás szokásait, elfogadjuk egymást, és talán ez a politikai életben is így van, hogy Farsangra mindenki félreteszi az ilyen jellegű gondolatait. A Dunaparti város szocialista polgármesterének ez az első busójárása városvezető tisztségviselőként, mondta még a felvonuló csoportok köszöntés előtt stábunknak Csorbai Ferenc. Polgármesterként ez az első busójárásom. Egyébként hát körülbelül ekkora kisgyerek korom óta öltözöm. Az első busójárásom polgármesterként, és az első busójárásom, hogy vasárnap nem öltözöm. A mohácsi Széchenyi téren délután 4-kor köszöntötték a busó csoportokat a politikai vezetők. Majd itt avatták fel a hagyományoknak megfelelően az egyik ifjú busót. A Vidra lett az év emlőse 2020-ban. Az Agrárminisztérium vadonleső programja 2014 óta választja ki az év emlősét, amelyen nem csak az adott állatfajra, hanem annak élőhelyére is szeretné ráirányítani a figyelmet. Vadkamera rögzítette ezt a játszadozó Vidra párt.
A rejtőzködő életmódot folytató emlős nagyon ritkán lehet lencse végre kapni, hiszen amellett, hogy leginkább éjszaka aktív, nagyon fürge is. A természetvédelmi őrök az esetek többségében csak a vidrák nyomait fedezik fel a különböző vizes élőhelyeken, mondja Rozner György. Itt látható egy vidrának az ürüléke, ez egy nagyon jól beazonosítható vidra nyom, és a leggyakrabban megtalálható. Jellemzően egy magaslatra, egy kisebb dombocskára, itt egy vakontúrásra helyezi el a vidra. A vidra ürüléke jellemzően halpikkelyeket tartalmaz, ezáltal jól beazonosítható a szakemberek számára. Emellett a Kis-Balatonnál is számos vidra csapás található, azaz útvonal, ahol az emlős a víz és a szárazföld között közlekedik. Egyes becslések szerint a Kis-Balaton területén mintegy 50 vidra család él, ez európai viszonylatban nagyon magas szám. Fokozottan védett állatunk, nagyon megritkult Európában az állománya. Magyarország még jól áll, azt lehet mondani, nálunk a környezetszennyezés és a vizek állapota elég jó ahhoz, hogy nagyon komoly állományt tartsunk fönn belőle. Ebből hát leginkább a Dél-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl az országban a legerősebb ilyen, tehát Somogy-Zala kimondottan gazdag vidrába. Az év emlősét 2014 óta avadon leső program választja meg. Az idei évben először került reflektorfénybe egy vizes élőhelyhez köthető ragadozó. A nálunk élő vidrák elsősorban éjjel aktívak, napi útjuk során akár 8-10 kilométert is megtehetnek. A hímek vadász területe több nőstényét is lefedheti, de az anya állatok nem fedik egymáséit. A vidrák fészke természetes hasadékban, maga ásta üregben, vízparti fák gyökerei között vagy nádasban található. Az év emlőse programnak szemléletformáló és érzékenyítő szerepe is van. 15-en úszták át az 5 fokos Balatont Szántód és Tihany között. Volt, aki 45 percet töltött a hideg vízben. A résztvevők között volt profi úszó is, de többségében amatőrök vágtak neki az 1250 méteres távnak. De meleg az. A Balatonparton 10, míg a vízben pusztán 5 Celsius fok várt azokra, akik nekivágtak a Szántód és Tihany közötti 1250 méternek. A felvidéki sportfanatik úszójának Pék Dezsőnek alig több mint 20 perc kellett, hogy a déli partról átérjen az északira. Egy rövid átmozgatás és melegedés után pedig jeges élményeiről is beszámolt stábunknak. Egy kilométerig egész jól ment, éreztem a víz, hogy nem jeges még, hanem csak olyan ötös testen. És aztán de az utolsó 200 métert már éreztem, hogy olyan hosszúnak tűnik időbe is, mert általában 16-17 percen belül kint szoktam lenni vele, de most azért időeredmény is megmutassa, hogy volt ott ez a 3 perc ráadás még úgy, hogy szép ez a Balaton, jó ez a víz. Nyári Rihárd az egész mezőnyben a leggyorsabbnak bizonyult, 18 perc 53 másodperc alatt ért Szántódról Tihanyba. Mint mondja, a vízben csak a kegyetlen hideget érzi, de a partra érés hatalmas eufória. Adrenalin az, hogy van a táv, és át akarod úszni, igen, és kipróbálod magadot, és akkor az hajt. És ha kigyűlsz, és aztán van az a top érzés, amikor már úgy, ha melegszel fel, akkor van az a eufória, hogy igazán jól érzem magamot. És ez aztán valakit megfog, és valakit nem. A téli Balaton átúszás ötlete Zimányi Andrástól származik. Az amatőr úszó 2018 tavaszán 4 nap alatt hosszában úszta át a tavat. Ám a második napon már komoly kihívást jelentett neki a hűvösebb víz, így elhatározta, hogy felkészül a hidegvizes úszásra. A felkészülés folyamán vettem észre, hogy a testem, a szervezetem, és kiderült nem csak az enyém, hanem mások is, sokkal gyorsabban regenerálódik, és tulajdonképpen úgy vagyunk összerakva, hogy a szervezetünk hozzá tud nagyon hamar szokni a hidegvízhez, és akkor fedeztem föl, én az úszást meg a Balatont rettenetesen szeretem, hogy hát akár meg lehet próbálni azt is, hogy akár ilyen 5 fokos víz környéken. A nem mindennapi kihívást mind a 15 induló teljesítette, 7-en egyéniben, 8-an pedig váltóban tették meg az 1250 métert. A biztonságos úszás érdekében egyesével indultak a versenyzők, mindenkit a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának hajója kísért. A rendezvény a téli úszást és a téli Balatont egyaránt népszerűsíti. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Leszúrta a saját kutyáját, nem kell börtönbe vonulnia a nagymányoki férfinak.
Hálapénz. Évente 70 milliárd forint is lehet az orvosok törvénytelen bére. Nem akadálymentesek a szolgáltatások, nehéz a közlekedés és az ügyintézés mozgáskorlátozottként. Sokba kerül a szemetelés, rengeteg pénzt emész fel az illegális halmok felszámolása. Szerdán borongós idő várható, főként délelőtt tartós, kiadós esőkkel és erősödő északnyugati széllel. Délután gyengül a csapadék, miközben a Dunántúlon helyenként átmenetileg havas esőbe, hózáporokba is válthat az addigi eső. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!